Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tiszteltel köszöntöm a több-kevesebb hallgatóit, a Spirit FM gazdasági magazinját hallják. Beszélünk arról, hogy duplájára emelkedik a Széchenyi Mikrohitel Max Plus összege. Ez fontos lesz a középvállalkozások meg a kisvállalkozások számára, sőt, még talán a mikrovállalkozások is tudják ennek hasznát látni. Erről fogunk beszélgetni először. Aztán pedig szólunk majd arról, hogy a csökkenő infláció miatt idén várhatóan enyhül a béremelési nyomás a munkáltatókon. Beszélünk majd arról is, hogy emelkedhet a minimálbér a jövőben is, és szólunk még majd arról is a későbbiekben, ez már az adás vége felé lesz, hogy hogyan változik február közepéig a szolgáltatók által a befizetésekről szóló igazolások dolga a nyugdíj megtakarítások tekintetében. Ez egy kicsit bonyolultan hangzott itt a végén, de majd kifejtjük. Az eleje viszont voltak éppen nagyon egyszerű, mert azt jól szoktuk érteni, ha valami a duplájára nő, már pedig ez olyan 50 millióról 100 millióra. Itt van a vonalban a Kavosz vezérigazgatója, Krizsán László. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Elnök úr, akkor ezt gyorsan ismertessük is a kedves hallgatókkal, hogy kinek és mi módon igénybe vehető az 50 millióról 100 millió forintra emelt Széchenyi Mikrohitel Max Plus. Hát erős heteink vannak, úgyhogy két héttel ezelőtt azt tudtuk bejelenteni, hogy feleztük, illetve nulláztuk a Széchenyi kártya programban a garanciadíjakat pont önnel. Volt szerencsém akkor is beszélni, most pedig duplázunk, úgyhogy ezeket az örömteli híreket, ezeket örömmel osztjuk meg a vállalkozásokkal. Ugye a Széchenyi kártya programban az egészen nagy 1,4 milliárdos beruházási hitelek mellett az egészen kicsi mikro és kisvállalkozásokra is gondolva elindítottuk másfél évvel ezelőtt a Széchenyi mikrohitelt, ami konkrétan azt a célt szolgálta, hogy azokat az egészen apró vállalkozásokat, ami egyébként banki szempontból szinte nem látható, vagy a bankok számára egyértelműen nem finanszírozható, azokat a cégeket is valaki finanszírozza meg, és nem is a bankokon keresztül, hanem a Magyarországon működő pénzügyi vállalkozásokat partnerségbe hívva, a Kavosz megindította az MFB-vel és a gazdasági minisztériummal közösen a mikrohitel programot, ami az első másfél évben 50 millió forintos felső határa működött, egyébként akár kezdővállalkozások számára is. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős stresszteszt volt, hiszen Magyarországon azért kezdővállalkozás szerintem még élő bank nem finanszírozott. Mi belevágtunk és azt mondtuk, hogy szerintünk igenis hinni kell a vállalkozásoknak, és most az első másfél év tapasztalatai alapján az 50 millió forintról 100 millió forintra ment föl ennek a felső határa. Ez azt jelenti, hogy a maximálisan adható hitelösszeg 100 millió forint lesz, és kezdővállalkozások is igénybe vehetik, ők egyébként 50 millió forintra továbbaiban is, de olyan vállalkozás, aki már működik mondjuk legalább egy éve, egy teljes lezárt üzleti évvel, azok már a 100 millió forintra is ráhajthatnak, és amellett, hogy a hitelcélokat is meglehetősen bő lére eresztettük, még egy új termékkört is beletettünk, mégpedig a zöld gépjárműveket, tehát a zöld rendszámos autókat is beletettük, és azokat 25 millió forintos nettó árig gyakorlatilag szintén finanszírozni lehet a mikrohitel keretein belül, amellett, hogy akár ingatlan, vásárlás, felújítás, tehát irodahelyiség, akár bérbeadási célú ingatlan, akár üzlethelyiség, akár egy kisüzemnek a renoválása, a bővítése, mind-mind benne van a hitelcélok között, és persze mellette gépeket, eszközöket, berendezéseket, használtat újat is lehet venni. Elnök úr, ilyenkor mindig a következő kérdés, amellett, hogy persze, mert érdemes lesz beszélni arról is, hogy honnan tudják, hogy egy induló vállalkozás megalapozott terveken nyugszik-e, és hogy fizetőképes lesz-e, de előtte még, hogy hány százalékos itt a kamat? Itt a kamat az 5%-os, ahogy a Széchenyi kártya program többi elemeinél is, itt is 5%-os kamat van a programon, úgyhogy ez az egész futamidőre fixen
10 éven keresztül 5%. Egyébként a beruházási hitelünknél ott például 1,5% az 5 beruházási hitelnél a kamat, és 5% a felső határa, itt is 5% a mikrohitelnél ez a kamat, és úgy, hogy egyébként azt, amit a vállalkozás megvenni kíván, általában az elegendő is fedezetként az ügylet mögé, tehát mi nem vagyunk azok a típusok, akik azt akarják, hogy egy 10 milliós ingatlan mögé hirtelen adjon valaki 100 milliós ingatlan fedezetet, tehát mi tényleg a lehető legszűkebbre vesszük azokat a lehetőségeket, ami egy vállalkozás számára elérhető, és próbáltunk megint életszagúak lenni, hiszen nekünk az egyik fő elemünk, hogy a Kavoszaki, ami a kamarának és a Vállalkozók Országos Szövetségének a közös gyermeke, hogy a napi 4-500 vállalkozó által folyamatosan olyan információban vagyunk, amelyek alapján tényleg tudunk azonosítani helyzeteket, problémákat, feladatokat, illetve azokat az állapotokat, ami ma a kisvállalati gazdaságon belül van, és ezekre próbálunk mindig megoldásokat találni. Most ez jött föl hozzánk, hogy mindenféleképpen indokolt lehetne egyrészt az autókat bevenni, az zöld autókat bevenni a hitelcélok közé, másrészt pedig megemelni ennek a keretét, mégpedig úgy, hogy egyébként akár egy 10% önerővel is meg lehet venni mondjuk a gépkocsikat, és szerintem ezek azok a lépések, amelyel a vállalkozók számára olyan nyitott hitel konstrukciókat tudunk nyújtani, amit a mai kamatkörnyezetben azért lássuk be, nem nagyon látunk. Hát igen, ez az 5%-os kamat, ez igen barátinak tűnik a mostani kamatok mellett. Hát igen. Azt lehet olvasni, hogy a beszerzéseket a hitelösszeg 20%-a erejéig finanszírozzák. Ez viszont, ha nem az autókról beszélünk, akkor mindenhol máshol az ingatlannál és minden másnál is igaz? Igen, tehát ugye önmagában az, hogy az ember megvesz egy ingatlant, vagy beruház egy kis üzembe, vagy fejleszti az üzletét, ez önmagában nem csak az ingatlant jelenti, hanem azt a forgóeszköz igényt is, ami egy ilyet kíséri, hiszen egy kis boltot fel kell tölteni áruallappal, egy kis furgonba venni kell valamit, amit esetleg azzal működtetni akarok. Tehát innentől kezdve egy 20%-os forgóeszköz lábat is betettünk, ami azt jelenti, hogy ha valaki fölmeszi egy 100 millió hitelt, abból 20 millió forint lehet az, ami árubeszerzés, készletbeszerzésre, tehát a napi feltöltésre váró termékekre lehet fordítani. Mekkora érdeklődésre számítanak, és mekkora itt a keretösszeg, amivel tudnak gazdálkodni? Egyáltalán van-e felső határa? Hát annyiban nincs keretösszeg, hogy ugye itt az egész Széchenyi Kártya program mindig abból indult ki, hogy itt az államnak a korlátos lehetőségei és az uniós pénzeknek a még korlátosabb lehetőségei minket nem segítenek. Viszont a bankrendszerben egy meglehetősen erősen rendelkezésre álló forrásmennyiség van, csak ugye azt nagyon drágán lehetne csak odaadni a vállalkozásoknak, hiszen egy bank az a mai viszonylatban is 15-18% környéke alatt nem nagyon ad ki hitelt, viszont hogyha az állami kamattámogatáson, meg a kamatkiegyenlítés és egy rendszeren keresztül mi olcsóbbá tesszük ezeket a hiteleket, és ezt hagyjuk oda a vállalkozásoknak, az az állam számára is jelentős könnyebbség, és a bankoknál levő pénznek is a mobilizációja megindul. Itt ugye arról van szó ebben az ügyben, hogy itt a Magyar Fejlesztési Bank nyújt forrás lehetőséget a programban velünk partnerként résztvevő pénzügyi vállalkozásoknak, tehát az MFB nyújt egy forrást, egy bizonyos összeg szinten, tehát egy mondjuk piaci áron, és azt utána megolcsósítjuk, hogyha ezt a szót használhatom, úgy, hogy ez az 5%-os kamatszintig érjünk le, és a pénzügyi vállalkozásokon keresztül csináljuk a dolgot, nem is a bankokon keresztül, mert egy banknak az ő üzemi méreteinél egy ilyen mikro kisvállalkozás vagy nanovállalkozásnak az áttekintése az üzemi szempontból nem egy rentábilis dolog, tehát ez a bankok számára túlságosan pici szegmens, és ezért a pénzügyi vállalkozások, akik erre vannak, erre a kisvállalkozói körre vannak specializálva, őket kértük fel partnerként, és közel 30 pénzügyi vállalkozás van fönn a listánkon, aki a Kavosznak a saját pénzügyi vállalkozása mellett ezt a tevékenységet segíti elő. És én azt gondolom, hogy ez az összeg, ez az 5%-et, azt, hogy a szerkesztő is mondta, azért ez egy messze baráti.
Még egy dolog eszembe jutott, lehet, hogy mondta, és én voltam figyelmetlen, arra emlékszem, hogy 10% önerőt említette a járművek esetében, a zöldrendszámú járművek esetében. Általában a célok tekintetében, legyen az gépvásárlás, tárgyi eszközök, ingatlanvásárlás, mekkora önerőt várnak el? Tehát az ingatlannál is 10% körüli önerőt várunk el, de ilyen esetben mindenféleképpen én legalábbis szoktam ragaszkodni ahhoz, hogy az állami garancia intézmény a garantika bevonására sor kerülhessen. Ennek az az elsődleges oka, hogy ezzel szeretnénk azért porlasztani valamilyen mértékben a rizikóját annak, hogy esetleg a vállalkozásokkal történik valami, és a garantika esetében, hogyha van például garancia a szervezet bevonva, akkor simán 10%-os önerővel az ingatlan vásárlás is megoldható. Ami szintén sokkal barátibb, mint bármelyik kereskedelmi bank gyakorlata. Hát igen, pont önnél tudtuk bejelenteni, volt szerencsénk bejelenteni 2 hete, hogy kvázi lenullázódott, vagy megfeleződött, attól függ, hogy melyik termékről van szó, a garancia díjaknak a mértéke, tehát az sem igazából fájó senki számára, és ezzel a garanciával én azt hiszem, hogy mindenki sokkal beljebb van, ha viszont nincsen rajta állami garancia szervezet, akkor azért a pénzügyi vállalkozások kicsit óvatosabbak is, mi is, ugye a KAVOSZ-nak a vállalkozás fejlesztési pénzügyi vállalkozás is óvatosabb egy kicsit, akkor az ilyen 20-25-30, akár 30%-ig is elmegyünk az önerő kérésében. A gépek eszközök tekintetében ott ugye más a helyzet, mert ha valaki vesz majd létre, az mondjuk egy fitnessklubot és gépeket tesz bele, azokat a gépeket igazából nagyon nehéz beértékelni, hogy valóban mi is annak az értéke, és egy hitelügylet keretében aztán, amikor baj történik a céggel, mondjuk elég nehéz eladni egy fitnessgépet egy menekülési áron, és innentől kezdve ott azért általában ilyen felszerelési gépek esetében sokkal alacsonyabb szinten tudjuk bevenni ezeket, de hát erre szokott szolgálni az egyéb például a garantika, mint hitelgarancia bevonása, vagy valami óvadék, vagy valami letét, vagy valami egyéb olyan fedezeti elemnek a bevonása, ami kisegíti a gépek esetében ezt a dolgot. Ma ingatlannál 10% mindenféleképpen kell, de lehet egyébként valamivel magasabb is. Itt a törlesztésnek is az a fontos, hogy egyébként ne terhelje meg túlságosan a vállalkozást a 10 év alatti törlesztő részlet, mert ez itt egy hitelről van, szóval ez nem ajándék, ez egy hitel, ezt vissza kell fizetni, és ugye a vállalkozásnak a hitel visszafizetés tűrő képessége az, ami nekünk is meghatározza azt, hogy mire adunk pénzt, és mire látjuk azt, annak a lehetőséget, hogy vissza is lehessen fizetni, tehát senkinek nem szoktuk javasolni akkor, hogyha egy ilyen nem megalapozott, alátámasztott üzletről van szó. Még akkor egy utolsó eszembe jutott, ha már itt baráti lehetőségekről beszéltünk, lásd 5%-os kamat, akkor, hogyha valaki úgy érzi, hogy a vállalkozása ki tudja fizetni a felvett hitelt, tehát gyakorlatilag előtörleszt, az mennyire büntető kamatos, mint ahogy a kereskedelmi bankoknál, vagy mennyire örülnek neki, hogy ezt meg tudja csinálni? Büntető kamatos, de szerintem egy vállalkozó az okos. Tehát mindenki azt gondolja, hogy a vállalkozások azok nem gondolkodnak, mert a vállalkozó nagyon racionális, nagyon okos, nagyon tudja, mit akar. Ő pontosan jól ki fogja számolni, hogy 5%-ig akkor sem fog tudni hitelt felvenni, ha bármi történik a világban. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez 10 éven belül ez az 5% az annyira elkopna, hogy ezt mindenki át akarja váltani majd piaci kamatokra. Nem látom, ugye amikor egy banki műveletről beszélgetünk, akkor ugye általában a Bubor nevű intézmény nézegeti mindenki, de van egy másik intézmény, ez a Birs nevű intézmény, amire 5, illetve 10 éves időintervallumban is látjuk azt, hogy körülbelül a pénzügyi szektor milyen kamatokra számít 5 év múlva, meg 10 év múlva, és 5 év múlva és 10 év múlva is olyan 6% környékén van a mai tudásunkkal a Birsnek a nagysága, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy valaki ki akarna ebből idő előtt szállni, de ha ki akar szállni, akkor egészen biztosan vannak előtörlesztési díjak, hiszen egy pénzügyi vállalkozás számára a kiszámíthatóság legalább annyira fontos, mint egy vállalkozó számára, tehát én azt gondolom, hogy ha ilyen vállalkozó van, annak bizonyára fizetnie kell 2-3-4% egy ilyen előtörlesztési díjért, ami nagyjából egy banki standard. Ez így van. Krisán Lászlót hallották, a KAVOSZ ZRT vezérigazgatóját. Csupa jó hírt mondott voltaképpen azoknak, akik vállalkozásukhoz valamiféle tőkét keresnek, itt megtalálják. Széchenyi Mikrohitel Max Plus 50 helyett már 100 millió forintos keretösszeggel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és elmondta ezeket. Viszonthallásra. Viszontlátásra, minden jót kívánok. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal.
Február közepéig küldik ki a szolgáltatók, tehát nagyjából lassan meg is érkezik mindenki ez a 2023-as befizetésekről szóló igazolásokat a nyugdíj megtakarítások után. Ennek alapján lesznek ellenőrizhetőek az SZJ a visszatérítések, és erről fogunk beszélgetni a Grantis pénzügyi elemzőjével, Veres Patrikkal. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Például az egy fontos kérdés, hogy miután a személyi jövedelem adót alapvetően a legtöbb ember számára most már a NAV állapítja meg, és mi ránézünk, és hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy igen, ez így rendben van, ott lesz-e, benne van-e a visszatérítés automatikusan, vagy azt nekünk kell kibogarászni, megkeresni, és jelenteni, tehát ne fogadjuk el a NAV által készített adóbevallást. Érdemes átnézni, hogy a NAV milyen adóbevallást készített. Ugye erről az SZIA visszatérítésről egy külön szekcióban lehet rendelkezni, és egyébként egészen egyszerűen meg lehet ezt tenni, ha már valakinek van egy ügyfélkapuja, akkor az SZIA oldalon ezt könnyedén tudja ellenőrizni, és az igazolás alapján akkor akár ő manuálisan is fel tudja vinni, hogy neki mennyi adókedvezmény jár. Tehát mindenféleképpen kell jeleznünk a NAV-nak az adóbevallásban, hogy mi igényt tartunk erre az adóvisszatérítésre, mert az egy dolog, hogy mondjuk a NAV meg tudja állapítani és rálát arra, hogy nekünk itt adóvisszatérítés keletkezett, de azt nekünk jeleznünk kell a NAV felé, hogy igen, mi szeretnénk, hogy ezt kiutalja nekünk az adóhatóság. Ami fontos ezzel kapcsolatban egyébként, hogyha például ugyanabból a megtakarítási formából többel is rendelkezünk, mondok egy életszerű példát, például egy önkéntes nyugdíjpénztári tagságunk van, és ezen kívül van egy másik önkéntes nyugdíjpénztári tagságunk is egy másik pénztárnál, akkor nekünk például ki kell választanunk, hogy az adó jóváírást azt hova szeretnénk, hova utalja a NAV, mindenképpen csak egyetlen egy ilyen megtakarítást választhatunk. Hogyha van ilyen, hogy egészségpénztár, ott is jár ugye visszatérítés, megvan a nyugdíj takarékoskodás, ezeket egyébként látja a NAV? Tehát kellene tudnia, magától is be kellene írnia tudnia? Így van, alapvetően, és ez a személyes tapasztalatom is, azért a NAV szinte teljes rálátással rendelkezik, hiszen a szolgáltatók maguk is megküldik a NAV számára, hogy milyen megtakarításokkal rendelkezünk, ki rendelkezik náluk megtakarítás, és mennyi volt a befizetés. Többször is tapasztaltam már én magam is, hogy megjelent az adóbevallásomban az, hogy nekem itt keletkezett adójóváírásom, és ezt vissza tudom igényelni. De egyébként csak egy személyes példát hadd mondjak. Éppen most ellenőriztem én is a napokban a tavalyi adóbevallásomat, és hát azt tapasztaltam, hogy nem érkezett meg az adójóváírásom. Úgyhogy most például ennek fogok utána nézni, hogy ez miért történhetett meg. Tehát mindenféleképpen kell egy manuális kontroll ezen, ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy a NAV alaposan elkészíti ma már a magánszemélyeknek az adóbevallását, mindenféleképpen éljünk a lehetőséggel, hiszen ugye februárban megkapjuk ezeket az igazolásokat, ezek nagyon egyszerű dokumentációk, ahol látjuk azt, hogy az adott megtakarításhoz mennyi befizetést eszközöltünk, és abból mennyi adójóváírásunk lehet, és nagyon hasznos útmutatók is vannak az interneten, hogy hogyan tudjuk mi magunk kézzel kitölteni, de egyébként tényleg nem bonyolult. Nálunk a Grantisnál is található ilyen útmutató, hogy hogyan lehet az adóbevallásunkban ezeket kitölteni. Én azt javaslom, hogy mindenféleképpen nézzük meg, annak ellenére, hogy a NAV egy nagyon széles körű rálátással rendelkezik a megtakarítások terén is. De mindenhol lehet valami kis baleset. 150 ezer forint lehet ugye a maximális visszatérítés, amit vissza lehet igényelni, de ez több mindenből állhat össze. Például akinek csak nyugdíjbiztosítása van, ő azt hiszem csak 130 ezret kaphat vissza. Az előtakarékossági számláról 100 ezret lehet. Vannak ilyen küszöbértékek? Így van, és nagyon pontosak az információk. Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás után valóban 150 ezer forintot tudunk maximálisan visszaigényelni. Nagyon fontos, hogy az önsegélyező és az egészségpénztárak, illetve az önkéntes nyugdíjpénztáraknál ez a 150 ezer forintos keret, ez vonatkozik, ez a maximális, amit igénybe tudunk venni. Tehát, hogyha van egy egészségpénztári számlánk, meg van egy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításunk, akkor a kettőre együttesen tudunk 150 ezer forintot maximum visszaigényelni. Az ugye azt jelenti, hogy 750 ezer forint egy évben a befizetés maximálisan, amivel ki lehet használni a legmagasabb visszatérítést. A nyugdíjbiztosításoknál van egy 130 ezer forintos adójóváírási keret, ez a maximális, nyesznél pedig 100 ezer forint valóban. Ami fontos még, hogy összesen 280 ezer forintot tudunk visszaigényelni minden egyes évben. Tehát ezt kombinálhatjuk a megtakarításokat, és lehetséges akkor, hogy egy nyugdíjbiztosítással meg egy nyesszel mondjuk 230 ezer forintot tudunk így maximális
minimálisan, de hogyha még van egy egészségpénztárunk emellé, akkor azzal akár 280 000 forintot is ki tudjuk maxolni. Bent felejteni ugye, pedig butaság lenne, úgyhogy azt használjuk ki. Még annyi, hogy ugye a bevallási tervezet március 15-től lesz fönn az ügyfélkapun, úgyhogy most, aki megkapja az adójóváírásáról a dokumentumot, az szerintem nyomtassa ki, mert legtöbben e-mailben kapják, és ki tudja, hogy hova lesz az az e-mail addigra. Így van, mindenféleképpen érdemes félretenni, és aztán, amikor eljön az idő, hogy elkészülnek az adóbevallások, akkor az alapján már tudjuk is ellenőrizni, hogy nálunk minden rendben van, tudjuk igényelni a kifizetést, ami esetleg még egy hasznos információ lehet, hogy a kifizetés az ugye 30 napra történik meg onnantól, hogy benyújtott és elfogadott adóbevallásunk van, tehát ezzel számoljunk, hogyha május végén véglegesedik az adóbevallásunk, és elfogadják hiba nélkül, akkor így azt jelenti, hogy június végén fog megérkezni a nyugdíjszámlánkra ez az adójóváírás, és az talán még egy hasznos információ, hogy ugye ez nem egy szabad felhasználású összeg, ez mindenféleképpen a nyugdíj megtakarításban vagy az egészségpénztári számlán fog landolni, és ott kamatozik tovább, ott fog további hozamokat termelni. Remélhetőleg nincs az ott rossz helyen. Veres Patrik, a Grantis pénzügyi jellemzője mesélt nekünk arról, hogy mennyi teendőnk van az adóbevallásunkkal, illetve már előtte is, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm én is, viszont hallás. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Minden műfajnak megvannak a maga statisztikusai, úgyhogy hegyezett pennával várták, hogy a Grammy-díj átadásnál mi történik, és hát nem vártak, hiába negyedszer nyerte el az év albuma kategóriában a Grammy-díjat egy bizonyos Taylor Swift nevű hölgy, aki még mindig csak 34 éves, és gyakorlatilag a teljes pop történelmet kezdi meghaladni mindenféle adattal, most már ezzel is. És a BCG Taylor Swiftből voltak éppen lassan már egy egész kötetnyi kommunikációt folytat, és éppen ennek mennék én utána most, és tudnám meg, hogy egyrészt miért olyan fontos a BCG számára a Taylor Swift jelenség, és persze utána még azt is igyekszem majd megtudni, mi következik belőle. Bakos Csaba van a vonalban, a BCG budapesti irodájának projektvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Szóval Taylor Swift, hát hogyha valaki rákattint mondjuk valamelyik zenei megosztón az ő nevére, akkor ömleni fognak az információk és az adatok, és persze a zenék is, mert hát végül is ő egy énekes szerző. De mennyiben különb, mint az összes többi? Hát azt látjuk, hogy a világon rengeteg ember követi őt, ugye Instagramon is több mint 280 ezer ember követi, és rengetegen lájkolják a posztjait. Hatalmas ereje van most a gazdaságban. Tehát a mostani Eras Tour nevű koncert sorozatára is rengetegen utaznak el, és olyan gazdasági hatása van, amit nagyjából ilyen 5 milliárd dollár felé becsülnek. Úgyhogy mindenképpen valahogy úgy szól az emberekhez, és annyira megközelíthető, illetve annyira jól kihasználja ezt a digitalizációs hullámot, hogy a különböző tevékenységei nagyon jól erősítik egymást, és így nem csak a zenéje tud rezonálni sok mindenkivel, de a kommunikációja, a személyisége és ez az egész ilyen játékos körítés és izgalomfokozás, amit köré tesz. Csaba, hogyha kicsit három lépést hátrébb lépünk magától Taylor Swift-től. És most a zenét ne is értékeljük, elemezzük, egyrészt nem a mi dolgunk, mindenki a saját kedvencét hallgassa, másrészt pedig ugye ez megint korfüggő, hangulatfüggő, stílusfüggő, nem érdemes ezzel foglalkozni, de azzal a részével annál inkább, ahogyan ő felépült. Mert hogy én azt gondolom, és elnézést kérek mindenkitől, aki hasra van esve az ő művészetétől, hogy a művészetétől függetlenül ő egy marketing szereplő, sőt, egy marketing eszköz. Nagyon jól megfogalmazza. Ezt mi is úgy látjuk, hogy nagyon nagy szerepe van a marketingnek az ő sikerességében. Szerintem ahhoz, hogy jól meg lehessen érteni, meg kell érteni azt is, hogy hogyan változott a zeneipar az elmúlt, nem tudom, 20 évben. Mert ugye a 2000-es évek elején még csak fizikai zene eladásokból állt a hangfelvétel iparágnak az összes bevétele. És ez ugye az ilyen 10-es évek elejére elkezdődtek a digitális tartalmak letöltései, és mint egy ilyen bevételi kategória,
itt volt egy nagy csökkenés az összes hangfelvétel, tehát a hangfelvétel iparág méretében volt egy csökkenés, a kétharmadára csökkent, majd pedig valahogy valószínűleg itt kicsit szürke volt ez az iparág, mert feltehető, hogy nem csak a legális letöltések voltak itt a háttérben, és valahogy a streaming szolgáltatók, mint az Apple Music meg a Spotify bejövetelével és elterjedésével elkezdett tisztulni az iparág, és a zeneleadások is újra elkezdtek növekedni, úgyhogy most már ugye bőven a 2000-es évek elejé fölött van, egy 26 milliárdos dollármilliárdos piacméret van. Nyilván volt és egy ez... lélektani határ, ami után nem volt érdemes torrentezni, hogy azt régen mondták és csinálták, igen. Tehát letöltögetni, gyakorlatilag lopni a zenét, mert hát fönt volt legálisan apró pénzért minden, egy kupacban. És ez nagyon fontos, hogy hogyan változott meg a fogyasztóknak is az igénye, mert még korábban a birtoklás, tulajdonlás az egy teljesen egyértelmű dolog volt, és szépen lassan a digitalizáció talán az erre irányuló vágy is lejjebb ment, és azt látjuk, hogy ez a digitalizációs hullám, ez az egész zene alkotási folyamatot sokkal elérhetőbbé tette, mind az alkotók számára, mind közelebbé hozta az alkotókat a fogyasztók számára. Tehát itt korábban a zene közvetítők, mint a lemezkiadóknak a jelentősége az hatalmas volt, nyilván azért a mai világban is nagy a szerepük, de rengeteg alternatíva jelent meg, mert nem feltétlenül kell egy ilyen lemezkiadó ahhoz, hogy valaki kiadja a zenét. Hát egyébként pont Taylor Swift az élő bizonyíték arra, hogy lehet ezt egyedül is. Hát legalábbis elkezdeni el lehet egyedül. Igen, ugye most itt volt egy ilyen elég nagy média visszhangja van annak, hogy Taylor Swift elkezdte újra felvenni a zenét, mert hogy szeretné kontrollálni a saját master jogait a saját tulajdonában tudni, és nagyobb kontroll gyakorolni azon, hogy hogyan is és hol terjednek a saját zenéi, és ez neki bejött, hát nyilván minden művész ezt nem teheti meg, mert vannak mások is, akik követik őt, Tom Paris Hilton egy példa lehet, és ez nála ez elég jelöl. De van még két, igen. Igen, mondja. Csak közben akartam vágni, azt igen. Akartam elmondani, hogy ez az egész dolog ez úgy kezdődött, hogy egy garázsban, vagy nem is tudom, egy hálószobában vettek fel dalokat, és azokat kezdték el szétküldözgetni, és hát ez minden volt, csak a popipar fejlettségének bizonyítéka nem. És mégis működött, mert hát a tehetség meg nem ezen múlik, és itt visszavonom azt, hogy a Taylor Swift-i tehetséget megkérdőjelezném esetleg, mert ez fel nem merült. Csak kicsit másképp működik ma már a világ. Igen, és ahogy ugye a stúdiókban, a stúdiók szerepe elég nagy volt abban, hogy azért sikeresen lehessen felvenni ezeket a zenéket a megfelelő minőségben, a mai világban már azért sokkal olcsóbb ez. Nem tudom, Billie Eilish a bátyja szobájában vette fel a Grammy-díjas első albumát egy olyan felszerelésen, ami 1 millió forint környéki. Ez nyilván sok pénz, de ahhoz képest, hogy egyébként egy stúdiót mennyi kiépíteni, igen, összehasonlíthatatlan. És ugye a harmadik az a marketing költség, tehát az látszik, hogy a közösségi média elterjedésével már nem előfeltétel a sikernek az, hogy végtelen pénzeket költsenek marketingre az előadók. Nyilván a mai napig is azért megvan ez, hogy sokat költenek, de Lil Nas X rappernek ugye úgy terjedt el az albuma, hogy a TikTokon egyszerűen csak hirtelen elkezdett elterjedni, és világhírű lett. Tehát azért erre van már lehetőség, és emiatt a zenealkotási folyamat sokkal elérhetőbb a művészeknek, és Taylor Swift is ezt szerintem rengeteg módon kihasználja. Azt magyarázza el nekem, hogy mi dolga van Taylor Swift-tel és az ő általa képviselt jelenséggel egy BCG-típusú cégnek. Mert nem az első kommunikációjuk az, igen, amivel most, igen, dolgunk van. Láthatóan úgy érzik, hogy valami többet mutat, mint néhány poplemez. Igen, hát az látszik, hogy nagyon sok iparággal foglalkozunk, és az iparágaknál az, hogy hogyan születnek meg az újabb ötletek és innovációk, azok rengetegszer más iparágok inspirálják ezeket. És ez a Bruce Henderson kutatóintézetünk is sokszor úgy írják a kutatók a cikkeiket, hogy meglepő párhuzamokat próbálnak vonni, sokszor első látásra teljesen különböző iparágak között. Így ugye lehet az, hogy nem tudom, a babakocsiknál az összehajtási mechanika azt a repülőgépek inspirálták, vagy porszívóknak a levegő portalanítását, fűrésztelepek, és ugyanígy Taylor Swift is a vállalkozók számára nagy üzeneteket hordoz magában,
Ilyen ez mondjuk, ahogyan képes a digitális világban egy érzelmi kapcsolat létrehozásával a rajongói bázisával. És utána ez a rajongói bázis, ugye a cégek világában ezek a fogyasztók, megvédik őt a külső támadásoktól, ha most veszik, erről beszéltünk, hogy újra felvette az albumait, hát már-már sértés a rajongói táborában, hogyha valaki rákattint egy régi zene számára. Mennyire relatív a korabeli siker, és a mindenkori korabeli sikerre kérdezek, és nem is a Taylor Swift-ire, pedig egyébként ezzel is lenne dolgunk, mert hogyha összevetjük, hogy mondjuk az Abba vagy a Queen hova jutott, mondjuk ugyanezen a Grammy rangsoron, ahol Taylor Swift a negyedik önálló Grammy-jét kapja, akkor azért elgondolkoztató az, hogy mit mivel mérünk össze. Hát mindenképpen elgondolkoztató, ugye az tudjuk, hogy Taylor Swiftnél most ez a 14. Grammy-je volt a múlt héten, az album kategória volt, azt hiszem Hát az a rekord, de igen, a négy album, így van. Igen, és hogy ezzel azért nem a legnagyobb az előadó között, tehát Beyoncé-nak is kétszer annyi Grammy-t nyert már. Ami nála szerintem nagyon különleges, hogy egy olyan élményt, egy olyan terméket hoz létre, amit nagyon sok szempontból a különböző tevékenységei támogatnak. És olyan marketinget csinál, hogy ha veszik pont a Grammy átadót, akkor ott hát hirtelen bejelenti az új albumát. És ezek az ilyen meglepetések és rejtett üzenetek, amik egyébként az egyéb kommunikációit is tele tűzdelik, hogy a nem tudom, piros szíveskék használata a Red című, tehát a vörös című albumára utalt. Tehát, hogy ezek a pillanatok és mozzanatok mind a játékossággal folyamatos izgalmat tartanak fönn, és kihasználja a már amúgy is sikeréből eredő média megjelenéseit arra, hogy az újabb albumát és az újabb koncertjeit promotálja. Nem arról szól egy kicsikét ez a Swift jelenség, hogy jókor van jó helyen. Arra gondolok, hogy mostanra éred be az a társadalmi hatássorozat, ami az elmúlt évtizedekben a női előadók, a női jogok összekapcsolódását jelentette. Ugye, ha ő 30 évvel ezelőtt próbált volna megharcolni a saját előadói jogaiért, a kiadók kinevetik, a jogászok lebeszélik, a rajongók pedig azt mondják, hogy mit harcol, inkább énekeljen. Ma pedig mellé álltak ebben a küzdelemben, hogy ez egy nagyon fontos eleme az ő sztoriának, hogy az újra felvett dalai úgy ütötték át a rajongói küszöböket, hogy elég Igen. volt annyit mondani, hogy ezt hallgassátok, és ne a régieket, mert akkor nekem segítetek vele. És ezt hallgatták. Ez egyfajta feminista szabadságharc. Hát, hogy mennyire feminista vagy nem feminista, az mindenképp számít, ezt nem tudom ezt eldönteni, de az mindenképp nagyon számít, hogy felismeri azt, hogy az adott pillanatban, világban mire van igény, és hogyan tud ő ebben az ő számára rendelkezésre álló lehetőségeit, erőforrásait, hogy tudja a lehető legjobban kihasználni. És ez a példája annak, hogy miért is fontos nekünk Taylor Swift, az üzleti életben is a cégek számára ez az egyik legnagyobb feladat, hogy hogyan képesek a környezetre figyelve kihasználni a saját erőforrásaikat. Akkor mondok egy másik szempontot, várjon, mondok egy másik szempontot a feminizmus mellett. Ugye azt talán megállapíthatjuk, és akkor nem vagyunk túlságosan radikálisak, hogy nem minden idők legnagyobb énekese, nem minden idők legnagyobb táncosa, nem lesz szexideál, mert eddig nem volt, most már valószínűleg erre nem adja a fejét. Tehát csupa-csupa olyan nemet tudok sorolni, ami egyenként elegendő lenne az ő átütő sikeréhez. Ezek nem. Úgy együtt az egész, az, hogy olyan, mint bármelyik, vagy olyan volt főleg, amikor a country énekes mi voltával megjelent a világban, olyan volt, mint az összes többi lány, aki el tudja képzelni magát abban a helyzetben. Nem emelkedett el tőlük, és mind a mai napig szerintem az ő marketingje erről szól. Ez a rajongói kapcsolat, szerintem ezt említi ön is, hogy a rajongói kapcsolatot nagyon jól ki tudja alakítani. És ez az, hogy egy hűséges fogyasztói bázis tud létrehozni, hogyha nagyon cégszinten vagy cégszerűen üzleti szempontból nézem őt. Mondhatjuk úgy, hogy például az automárkáknál is vannak olyan rajongói csoportok Facebookon, ahol
megszállottak vannak benne ezekben a csoportokban, és belépni sem egyszerű, mert 10 perces kérdőívet kell kitölteni, ahol súlykolják, hogy csak aktív szabad jöhet, aktív tagnak szabad belépni ebbe a csoportba. Tehát ez megvan más iparágakban is, hogy hogyan képes valaki egy ennyire elkötelezett fogyasztói bázist építeni. No, hát azt, hogy előadóként, énekesként mennyire lesz maradandó, amit alkot, azt majd eldönti az idő. Említettem az Abbát például, vagy mondhattam volna a Rolling Stones-t, a Beatles-t és a többieket is. A többi nagyot. Róluk ennyi idővel később is tudjuk, hogy kicsodák, és a dalaik is élnek. Hát, hogy Taylor Swift hogy jár majd 20-30-40 év múlva, azt most nem tudjuk, de térjünk vissza majd akkorra. Most minden esetre köszönöm szépen, hogy beszélhettünk róla, és örülök, hogy köszönöm itt velünk. Viszontlátásra. Köszönöm a beszélgetést, viszontlátásra. A BCG szakértőjével beszélgettünk az előbb a Taylor Swift jelenségről. Bakos Csaba, a Budapesti Iroda projektvezetője volt a vonalban. És köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, ugyanebben az időben jövünk holnap is, ahogy most hallgattak minket, hogyha délután, akkor 16-17 óra között, ha délelőtt, akkor másnap az ismétlést 10 és 11 óra között hallatják. Hazafi Zsolt volt a műsor szerkesztője, én Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.